Az önkormányzat a rekonstrukció első ütemét végeztette el az intézményben, 60 millió forintból az alsó szintet korszerűsítették. A város polgármestere azt mondja, ez volt a felújítás első üteme, és a tervek szerint jövőre folytatódik. Szerintem, aki belép majd ebbe a térbe, az itt a földszinten nagyon sok változást lát, de nagyon sok olyan beruházási elem is történt, ami a vezetékezést, a hálózatot, a belső munkákat jelenti, és legalább annyira fontos. És hát most bejártuk az épületet, hogy jó lenne ezt a következő évekbe, majd egy következő ütemben folytatni akár az emeleten is, különösen azért, hiszen egy viszonylag kerek évfordulóhoz közeledik az öreghegyi művelődési ház. A közelben élők és a fehérváriak közkedvelt kulturális központjában már időszerű volt a felújítás, ezt már Juhász Zsófia, az intézmény igazgatója mondta, aki kiemelte, a mostani korszerűsítés leginkább a közösségi tereket érintette, melyeket az idelátogatók rendszeresen használnak. Nekünk muszáj harcolnunk azzal, hogy a látogatóinkat elcsábítsuk az otthonaikból, márpedig azokkal a művelődési házakkal, amelyeket örököltünk ugye a 60-as, 70-es évekből, nem mindegyiknek sikerült sem részlegesen, sem egészében megújulni. Azért ez az öreghegyi közösségi házról elmondható, hogy több etapban többször megújult, már utoljára 2003-ban. Én azt gondolom, hogy itt volt az ideje, és jövőre 70 éves lesz ez a kultúrház, úgyhogy itt volt az ideje ennek a megújításnak. Megújult az épület földszintjének teljes villamos hálózata, komplett gépészeti és építészeti átalakításon ment keresztül a férfi mosdó és a büfé, valamint a színházterem kivételével megújult a földszinti helyiségek padló és fal burkolata, mennyezete is. A büfé átalakításával az új bútorokkal és lámpatestekkel tágasabb, barátságosabb lett a földszinti előtér. A színházterem előtt kialakítottak egy ruhatárat, a kiállító termekben korszerű, kifejezetten kiállítások megvilágítására alkalmas lámparendszert szereltek fel.